Már csak pár pillanat és kezdődik a heti TV reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Élőben a stúdióból jelentkezik Breuer Péter. A Pirkadat mai vendége... Dr. Latman Tamás, nemzetközi jogász, Brüsszelbe értük utal. Szép jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Doktor úr, tegnap Magyarországon ünnepelte 50. esztendejének megalakulását a Magyar Külügyi Intézet. Remek előadás sorozatok voltak, többek között megérkezett nem csak a külügyi és a közgazdasági miniszter, a magyar kormány több tagja is hozzászólt, fiatalok, volt ott minden, a vigadóban nagy volt a vigadalom, akkora esti órákban meg is érkezett a magyar miniszterelnök is. A mai Magyar Nemzet reggeli számába arra ír, hogy a magyar kormányt igényt tart az önálló külpolitikára. Erről beszélt Orbán Viktor is. Orbán Viktor szerint minden helyzetben nemzeti érdekek alapján kell cselekedni. De hát én azt hittem, hogy a külpolitika az a nemzetállami kategória. Ma segítsen megérteni ezt nézőinknek, hogy valami változás történt. Legfeljebb annyi változás történt, vagy legalábbis mondhatjuk, hogy változás történt, hogy az Európai Uniós tagsággal bizonyos területei a külpolitikának, azok kikerültek a szuverén kormányzás eszköztárából, kikerültek a kormány hatásköréből. Talán a leglátványosabb és legfontosabb példa erre a külgazdaság, vagy kereskedelem, külkereskedelem. Ugye ez például mind az Európai Unióhoz került. Ez azóta így van, amióta Európai Unió meg annak elődjei léteznek. Tehát a külkereskedelem, a gazdasági tárgyú külpolitizálás, az jellemzően az Európai Unióhoz került. Na most ebben egyébként idáig a magyar kormánynak láthatóan nem voltak ezzel problémái, tehát ez nem volt téma. Most inkább én azt látom ebben a mondásban, miközben egyébként a miniszterelnök előadásában, különösen összeolvasva a többi kormányzati aktor előadásával, még egyéb ilyen szervezeti kérdések és belső kérdések is kibonthatóak, amik legalább ugyanilyen érdekesek, hogy hogy is néz ki a külpolitikai döntéshozatal a mai magyar kormányzati működésben. De emellett ugye az, hogy ki kell állni az önálló külpolitika mellett, ennek van egy adagnyi politikai kommunikációs töltete is. Ugye nagyon régóta a kormányzati narratíva arról szól, hogy az Európai Unió korlátozni akarja a magyar szuverenitást. Nyilván ebbe illeszkedik ez a kijelentés is. Alapvetően így lehet ezt értelmezni szerintem. Milyen hátrányai, illetve milyen előnyei lehetnek annak, ha Magyarország nem áll be ebben a sorban? Ugye alapvetően egy nagyobb szövetséghez tartozás a történelem során és minden állam esetében azt mutatta, hogy képes arra, hogy megnövelje egy állam külpolitikai érdekérvényesítő képességét. Nyilván sokkal jobban odafigyelnek Magyarországra és a magyar kormányra, hogyha az Európai Unió tagjaként beszél egy külső területen, különösen, hogyha elhiszik róla, hogy azt, amit mond meg az álláspontját, azt keresztül tudja nyomni az Európai Uniós döntéshozatalon, tehát, hogy ott annak van egy mögöttes, nagyobb támogatása. Ugye ez azóta így van, amióta létezik állam, léteznek államközi együttműködések. Egy szövetséghez való tartozás az mindig megerősíti az államot. Ugyanakkor a másik oldalon egy szövetséghez való tartozás azzal is együtt jár, hogy az állam a saját kizárólagosnak tekintett nemzeti érdekei tekintetében időnként bizonyos kompromisszumokra kényszerül. Hát ez egy ilyen húz meg erez meg játék a külpolitikában, amióta az létezik, hogy meg kell találni az arany középutat, hogy a két világ mind a kettőnek a legjobbikából sikerül részesülni, hogy tényleg az legyen, hogy a külpolitikai erő, a befolyás növelés is meglegyen, és ezért cserében ne kelljen túl sok kérdésben feladni mondjuk egyfajta sajátos nemzeti érdeket. Ez egy természetes jelenség. Az ön szavai szerint a külpolitika és a külgazdaság akkor nem ugyanabba a kategóriába tartozik. Ezek szerint szerencsétlen dolog az, hogy ezt egy tárca viszi, ezt a két dolgot egyben? Nem sokkal határozottabb lenne a megjelenés és zökkenőmentes, ha a külgazdaság és a külpolitika külön válna egyik a másikától? Én ezt nem tartom egy annyira
komoly problémának, mint ahogy talán egyesek megteszik. Én azt gondolom, hogy az, hogy a külgazdaság és a külügyminiszter, külgazdaság és külügyminiszter kifejezés megszületett, és az, hogy a külgazdaság és a külügyek összekötöttek kapcsolva, ennek sokkal inkább egy ilyen belpolitikai kommunikációs tartalma volt annak idején, semmint érdemi döntés lett volna emögött. Ugyanakkor azt világosan látni kell, hogy az elmúlt évtizedekben azért jellemzően ez a két terület külön tartozott. Nem tartom problémának önmagában azt, hogyha ezt összevonjuk. Ugye ez árulkodik arról, hogy a magyar kormányzat miben látja külpolitika legfontosabb területét, és ezt a döntést a kormányzat legitim módon meghozhatja, még akkor is, hogyha én ezzel vitatkozom, tehát nincs ezzel semmi gond. Én azt gondolom, hogy az világosan látszott a külpolitikai működésben az elmúlt években, a magyar külképviseletek működésében, és ebből nem csinál titkot maga a külügyminiszter sem, meg a miniszterelnök sem, meg lett mondva, például akár nagyköveti értekezleteken, ami nyilvánosságra került, ki lett mondva, hogy a diplomáciai képviseleteknek, a nagykövetségeknek egyfajta kereskedelmi képviseletként is működniük kell. Ez egy politikai döntés a kormány részéről, amit a kormány meghozhat. Én személy szerint sokkal inkább elválasztanám a klasszikus államképviselet és az egyébként a kereskedelem és külgazdaság kérdéseit, de amiben viszont van igazsága a kormánynak ebben a gondolkodásban, hogy a modern társadalmak nemzetközi érintkezéseiben egyre inkább összecsúsznak egymással a klasszikus külpolitikai területek és a külgazdasági kérdések. Tehát ebben a kérdésben nem hiszem, hogy abszolút igazságot lehetne tenni a különböző versengő álláspontok közül. Én azt gondolom, hogy a magyar kormány ezt a döntést hozta meg. Ehhez képest egy picit most ebben a kommunikációban úgy tűnik, hogy mintha a miniszterelnök is elkezdené ezt ketté választani. Valószínűleg azért, de itt csak egy tippelni tudok, az elmúlt években sajnálatos módon egyszerűen megsokasodtak az olyan külpolitikai kérdések, gondolok az ukrán háborúra, a mostani izraeli Hamas konfliktusra, megint hangsúlyosabbá válnak a klasszikus külpolitikai kérdések, és hát erre reflektálni kell a magyar belpolitikai kommunikációban is. Értem. Egy rövid lábjegyzetet szeretnék kérni. Pressman amerikai nagykövet is megjelent a külügyi intézet 50. évfordulójának ünnepi kongresszusán, valahol ott hátul, és mintha nem is nagyon akarták volna őt észrevenni. Ha valaki helytartót játszik, akkor ő neki nem kell megtenni mindent, hogy valahova előre furakodjon? Helytartó szerepet játszó emberek megbújhatnak ott a hátsó sorokba is? Ha most el akarnám viccelni a kérdést, akkor mondanám, hogy az igazán ügyes helytartó az, akiről nem lehet látni, hogy éppen helytart, tehát ebből a szempontból ez akár legitim is lehet. Sokkal inkább engem az érdekelne, hogy még egyébként a Magyarországon működő diplomáciai testületnek mely tagjai jelentek még meg. Alapvetően a külügyi intézet súlya jelentősége azt gondolom, hogy bőven indokolja azt, hogy nagykövetek is megjelenjenek egy ilyen rendezvényen. Hát, hogy mennyire viselkedik helytartóként, mennyire nem, én ezzel nagyon általában jelentősen aszinkronban vagyok a kormányzati mondásokkal, hogy itt most helytartóról beszélnek. Azt szerintem a diplomáciai protokoll része, hogy egy ilyen rendezvényen megjelenik a nagykövet. Nem nagyon. Én úgy tudom, hogy ő nem akart hozzászólni, nem akart beszélni, nem akarta mondani az amerikai álláspontot. Nyilván neki itt az volt a dolga, leírta, amit hallotta a miniszterelnöktől, a külügyminisztertől, és ugye megfelelő hivatalos csatornákon közölte a kormányával, hogy Orbán Viktor bejelentette például azt, hogy a magyar külpolitika miniszterelnök központú, ami abból a szempontból egy érdekes kijelentés, hogy idáig ez így nem hangzott el ebben a formában, és arra utal, hogy a magyar külpolitikai döntéshozatalban a külügyminiszternek igazából nincsen komoly politika alkotó szerepe. Ezek azok az információk, információdarabok, amiért egy nagykövet ilyenkor elmegy, ezt hazajelenti, és onnantól kezdve akkor tudni fogja az amerikai külügyi apparátus. Na de hát az nem a napnál világosabb, hogy egy miniszterelnök külügy miniszterelnök központú? Én azt gondolom, hogy a magyar kormányzatról egyébként meg annak működéséről eddig is lehetett látni,
hogy az alapvető miniszterelnök központú, tehát ez a fajta kancellária típusú kormányzási modell érvényesült mindig, amikor Orbán Viktor volt a miniszterelnök, ez az ő személyi habitusához és mindenhez is jobban illik. Ebben nem meglepő egyébként az, hogy tényleg a külpolitikai döntések is ott születnek meg, és hát lehetett tudni a magyar külpolitika történet elmúlt másfél évtizedéből, az összes jelentős ügyben, akár az Azeri Baltás gyilkos kiadásától kezdve, hogy nem mindig azok a szereplők hozták meg a döntéseket, akiknek jogszabály erejénél fogva dönteniük kellett volna, hanem alapvetően a miniszterelnök hozta meg azokat. Nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésünkre álltál és segítettél nekünk megérteni a nap eseményeit. Most következik egy nagy vita Nagy Attila Tibor politikai elemző és Kovács András az Origo főmunkatársa között. A téma ugyanez lesz. Köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm szépen. Szia. Kedves köszönöm. Nézőim, akkor a nagy vita. Köszönöm. Sziasztok. Következő műsorszámunk a Nagy Vita, és már is hívjuk a megjelenteket.